Szia, Anika! Szia, Nati! Milyen elvárásokkal jöttél az akadémiára? Miért ezt az akadémiát választottad? Igazság szerint elvárásaim nem voltak, inkább mivel ugye mi már ismert meg önmagad programon keresztül is ismerjük egymást, inkább olyan felismeréseim voltak magammal szemben, hogy fejlődnöm kell. Tehát mindenképpen más dimenzióba kell helyeznem magamat is, és a vállalkozásomat is. Mit adott neked ez az akadémia? Hatalmas felismeréseket szintén, és egy olyan tudást, amit minden egyes alkalommal, amikor hazamentem, akkor be tudtam ültetni. Tehát a rendszereket, amiket megtanultunk, be tudtam ültetni a cégembe, be tudtam ültetni azokat a pénzügyi megfigyeléseket, tehát azt, hogy hogyan tudom rendszerezni a bevételt, kiadást akár cégen belül, mi az, amit le kell építenem. Megláttam magamat a vállalkozáson belül, tehát az, hogy tulajdonképpen nem is vállalkozásom volt, hanem egy jól kis felépített állásom, amit az akadémia végére sikerül vállalkozásra koordinálni. Úgyhogy számomra ez egy nagy tapasztalás volt, hogy át tudom szervezni a vállalkozásomat. Hogy tudtad megoldani, hogy minden héten itt legyél? Hát számomra ez már egy picit régebbi történet, mert a kert csütörtökjeim azok már ilyen flexibilis napok. Én a ismerd meg tanfolyam után elkezdtem fölépíteni az én időt, tehát az, hogy ne legyek a vállalkozásom rabja. És ezért a csütörtökjeim azok mindig ilyen úgynevezett irodás napok, amikor el tudok jönni. Mit jelent egy vállalkozó számára, mikor eléri a plafont, és nem látja azt, hogy hogyan tovább? És akkor eljön egy akadémiára, és mi történik utána? Hát az egyáltalán ezt fel kell ismerni, hogy az ember elérte azt a plafont, tehát be kell ismerni saját magának, hogy az a tudás, amilyen van, az már nem elég ahhoz, hogy ezt a vállalkozást tudja fejleszteni, és akkor el kell menni tanulni, és meg kell tanulni azt, hogy igen, és ha fejlődöm, akkor át tudom vinni a vállalkozásomba ezt a fejlődést, és tudok tovább menni a következő plafonig. Oké. Hölgyként, anyaként vállalkozó, választ kaptál arra is, hogy tart fenn a harmóniát a család és a munka között? Igazság szerint igen. Megtanulom a időbeosztást, tehát nálam ez mindig egy kicsit ilyen oda-vissza csúszkálós dolog volt, hogy is osztam be az időmet, hogy 100%-ig legyek itt is, ott is. Azért magamra is jusson valami kis időm, és hát tervezés kérdése, úgyhogy én nekem a naptár az már 10 éve az életem része, viszont nem volt benne az én idő, és nem volt benne a családdal töltött idő, úgyhogy most már az akadémia óta benne van az is, hogy a kislányommal lovagolok, vagy a fiammal mozizni megyek, és akkor tudom, hogy nem csúsznak el ezek a programok. Melyik program tetszett a legjobban? Mi az, ami leginkább megfogott? Mi volt az a téma, amire azt mondod, hogy fú, erre nagy szükségem volt, ez egy ilyen wow volt most az akadémia számomra? Számomra a Norbinak a rendszerei voltak a wow, amit tényleg elmentem haza, és fogtam, és kidolgoztam a vállalkozásom rendszereit, és beültettem, és működőképes rendszereket tudtam magamnak létrehozni úgy, hogy tényleg itt egy nap előadása keretén belül meghallgattam, és ez mérhetetlenül nagy érték számomra ebbe az akadémiába, hogy más helyen elmegyek, meghallgatom, hazamegyek, és nem tudok vele mit kezdeni. És itt ezek a gyakorlati dolgok, tehát olyan értékeket kaptunk, amit föl tudunk használni. Elindult a vállalkozásod egy más irányba? Bevette a vonatod a kanyart az iránt? Bevette a 90 fokos kanyart, úgyhogy. Tudod, hogy merre tartasz? Igen. Világos céljaim vannak a 2019-es évre. Ha egy mondattal kellene megfogalmaznod, mit adott neked, mit jelentett számodra ez az akadémia? Számomra ez az akadémia a mérhetetlen tudást, és
egyfajta önbecsülésnek a növekedését jelentette, és természetesen a hatalmas felismerések akadémiája volt ez számomra. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm.